Eddigi legeredményesebb olimpiai vívón kétségtelenül Gerevics Aladár, aki ott volt már 1932-ben az első Los Angeles-i játékokon, a győztes magyar kartválogatottban, s aztán minden olimpián 1960-ig. Összesen 7 olimpiai aranyérmet nyert. A versenyzéstől való visszavonulása után vívómesterként tevékenykedett. Hogy nem rosszul, azt leginkább fiának, Gerevics Pálnak a sikersorozata bizonyítja. Túl a 75. évén is rendszeresen lejárt a vasas vívótermébe, hogy ott a fiatalokkal foglalkozzon, és tapasztalatait, nagy technikai tudását átadja a legtehetségesebb gyerekeknek. Napjainkban is szép számmal vannak országunkban sikeres és eredményes vívók. Itt éppen Jánosi Zsuzsa, aki Kolconai Ernő párbajtőr világbajnokkal végez reflex gyakorlatokat. Némi visszaesés után kardvívásban is kialakult ismét erős csapatunk, amelynek Gerevics Pál, Gedővári Imre és a Nébal testvérek a főerősségei. A világversenyeken mindig nagy párharcot vívnak a szovjet kardvívókkal, és sokszor hagyják el győztesen a pástot. 1985-ben Nébal György nyerte a kardvívás egyéni világbajnokságát.